évek, hol vagytok ma már? Hova tűnt ez az álomkép? Elmúlt régen, többé nem talál az idő, amikor gyerek voltam még. Miért tűnt el hirtelen? Még néha úgy fáj nekem, fáj, mégsem sírok én. Vissza úgysem hozza senki. Menni kell csak, menni, menni. Édes évek, hol vagytok ma már? Komolyabb szerep vár rám, új világ. Fények, árnyak, élet és halál. Ez a sors, gyere sors, ígyunk per tud át. Sors, gyere sors, ígyunk per tud hát. Ez a sors, gyere sors, ígyunk per tud hát. Hál' Istennek, figyeljetek már ide, akkor adjuk, ami nyugodt vagyok, mert nem tudok szívni. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy voltak itt nekem, és hogy adtátok azt a sok jót, amit kaptam. Én nagyon keveset tudtam belőle visszaadni. Nagyon örülök, hogy megismerhettem a megváltozott munkaképességüket, és adtatok nekem munkát 27 évig. Köszönöm szépen, hogy voltatok nekem. Mindenkinek jó egészséget kívánok, és éljék meg itt a nyugdíjas éveket. Ezt azért szerettem volna most elmondani, mert félek, hogy később nem hát szeretettel köszöntök én is mindenkit ebből nagyon szép alkalomból, hogy Ibolya ilyen fiatalosan, erőben, egészségben eljutott odáig, hogy nem muszáj neki hétfőtől felkelnie, mert a másszor akkor szokta eljön 4 órakor, hanem ráért felkelni később is. Tehát a viccet félretéve megnéztük, hogy a 86. 10-20-án egy hétfői napon lépett be a főkeféhez, és hát én úgy gondolom, hogy az Ibolya főkefénél egy olyan prominens személyiség, akinek a neve az teljesen egyreport a cégnek a nevével, nagyon nagy lelkesedéssel, hittel, szeretettel vezette ezt a területet. Persze tudom, hogy több területen is dolgozott, de én most az üzemvezetői évekről beszélek. Úgy gondolom, hogy nem csak szakmailag irányította a kefeüzemet, hanem emberileg is összefogta ezt a területet, mint egy nagy család próbált itt a kollégák. Na, mint egy nagy család, a nagy családban egy édesanyja úgy próbálta összefogni a területet, és úgy próbálta a kollégáknak az ügyes-bajos dolgait is intézni a szakmai részen keresztül. Én nem készültem ilyen PowerPoint-os vetítésre, mint a Kis Józsivá, és ezt elmondtam tegnap a Novák-Dugnál is, hogy ez nem azt jelenti, hogy most én a Kis Józsit jobban kedvelem, vagy a Novák-Dugnál, vagy az Ibolyát, hanem egyszerűen a Kis Józsinál ez a
Maci gyűjteményhez adta azt, hogy egy ilyenre fel lehet építeni. Nem gondoltam, hogy Ibolyánál úgy kezdtem, hogy belépett ide, és akkor egy kis kefe lesz majd kivetítve a hépen, és akkor utána majd egy kicsit nagyobb, és így tovább. Egyszerűen úgy gondoltam, hogy csak mondok néhány szót, és megköszönöm neki azt a munkát, amit itt végzett a Főkefe Nonprofit Kft-nél, vagy a Főkefénél az elmúlt 27 évben, illetve megköszönöm neki azokat az éveket, amit együtt töltöttünk, és együtt dolgoztunk itt 2002. szeptemberétől, az is most már azért 11 éve, mert igazán nagy segítség volt, a területtel szinte minimális volt, amit foglalkozni kellett, meg ő ezt teljesen szívvel és lélekkel végezte ezt a munkát, és hát annak örülni kell, hogyha valaki ilyen fiatalossal el tud menni nyugdíjba. Amikor körbevezettek a cégnél szeptemberben, amikor beléptem ide, és úgy végigmentem, ezt az Ibolyának sem mondtam még, és amikor végigvittek a területen és bemutattak mindenkinek, de ezt a mai napig nem tudom miért, azon gondolkodtam utána hetekig, hogy honnan ismerem az Ibolyát, mert ahogy bemutattak neki, valahogy nekem valahogy úgy éreztem, hogy őt 1000 éve ismerem, és még mindig nem jöttem rá, hogy... Ki tudja, az előző, hogy lehet a felséget. Mondom el, mert már akkor olyan megnyerő volt a személyiség, olyan kedves és olyan közvetlen volt, hogy azonnal úgy éreztem, hogy őt már nem tudom, nagyon régóta ismerem. Úgyhogy tényleg csak szuperlatívuszokba tudok róla beszélni, és én úgy gondolom, hogy a kollégák is ugyanezt tudják. Most egy másik feladat hárul rá, tudomával kell majd. Nem kell, hanem mondom szeretne, minden idejét az unokával tudja majd tölteni, úgyhogy azt hiszem, hogy nem az történik, hogy akkor most egyik napra a másikra feladat nélkül marad, mert erről beszélgettünk is, hanem van egy másik feladat, ami úgy gondolom, hogy talán ettől még fontosabb feladat, hogy az unokával tudjon egy olyan kapcsolatot kialakítani, nagyon sok időt együtt tölteni, amivel egy nagyon jó kapcsolat alakulhat ki, egy bensőséges kapcsolat. Mindenkinél ez alakul ki, de más az, hogyha az ember nagyon sokat tölt vele, akár napi szinten is, más az, hogyha 100 kilométerre lakik és csak itt fent tud vele lenni, illetve foglalkozni. Úgyhogy nem szaporítom a szót, még egyszer ide nagyon szépen köszönöm a 27 évet is, és a 11 évet is, és tényleg bármikor szívesen dolgozok fel újra együtt, hogyha egyszerűségnek lesz még arra lehetőség, hogy... Köszönöm szépen én is azt a sok jót, amit kaptam, tőletek segítséget, és ugye itt már azért elmondtam a dolgozóknak is, köszönöm, hogy akkor voltak. Mert ha nem lettek volna, mert 27 évig munkahelyen ott lett volna, hogy máshol dolgoztam volna. Neked is azt a sok kerelőt, hogy segítséget most kaptam. Azt, hogy...
Az a baj, nem jöttem minden, és most ez pont jól jön legalább. És tudom, hogy ez ezt a virágot is fogad szeretettel, mi kiadja át a hűt. Az egész csoport, mindenki, az egész félmezében. Rómábokám. Köszönöm szépen, annyira rendesek vagyok. Lányok, akikkel együtt dolgoztam az irodában, lehet, hogy néha veszekedtünk. Nem értettük ezeket, főleg akikivel. Nagyon sokat utatkoztam. Ő mindig azt mondta, hogy nem veszekedtünk, hanem mit tudunk. Az fog hiányozni, úgyhogy majd felhívlak néha. Lányok, köszönöm szépen a sok segítséget, amit kaptam. Imádlak benneteket. Helyre, mondtam, nem tűnik. De lehet, mert tőlek, hogy fogom találkozni. Tudod? Te sem bőtt. Nem akkor megfogadtam, hogy nem is tudom. Én sem. Köszönöm szépen, kérlek mindenkinek. Köszönöm. Sok segítséget. Jó, te amikiben nagyon régóta együtt dolgozunk már, és amikor én itt elkerültem a kefébe, akkor volt itt egy csoportvezető anno annak idején, és azt mondta, nem ad két évet, és amit gyorsan én összeköltözöm. Hát nem jött össze. Mégis összeköltöztetek, mert egy szobába kerültünk. Hát mégis összeköltöztünk, mert egy szobába kerültünk, de nem úgy költöztünk össze. És akkor mi szeretnék, a Panni szeretne egy pár szót még szólni. Annika, mit vagy? Nem láttalak. Szia, kedves! Köszönöm. Aki esetleg nem ismerne, én a cirkus Pannit. És én azért vagyok itt, hogy a vendégmunkás vagyok, nem a kefejezetben dolgozom. De az Ibolyának az ember szeretete, az a humora, az a huncutsága, ami neki van, az úgy jutott minden kezdetben, minden határán. És engem is magával ragadott, úgyhogy hát nem szoktam tudod, amit már jön az idő, akkor nagyon magadott. Na, úgy szól a dolog, hogy emlékeim unok tőlem neked. Nem is tudom, hogyan kezdjem, nehéz ehhez hozzáfogni. Visszanézni jól a múltba, és mindent felidézni. De most, hogy van kiért, mégis meg kell tennem, hiszen sok-sok emlék törekszik fel bennem. E fiatal hölgy, ki előttem áll, majd előttem itt áll, most elszúrtad, mert nincsen jó rímem. A mai napon éppen nyugdíjba kész áll, itt folytatódik, készül. Ki hinné, hogy 26 év már ott van mögötte, eddigi élete majd felét közöttünk töltötte. Fizikai munkásként indult a pályája, már akkor is szerette minden kollégája. Művezetőből lett az üzemvezetője, lehetett volna még egy-két követője. Nem csak a tudása, de ott van a lelke, azaz még igazán a magasba emelte. Munkáról és sorsokról, ha dönteni kellett, a legjobban tette, amit ő letelt. Ő volt az utolsó olyan vezető, ki megtett egy nevosért, amit csak tehető. Kivédte a magukat, ahol csak lehetett, és ki mindenbe osztatják igazán szeretet. Az utolsó harcos mi csatáit megnyitta, és bizony nem egyszer jött győztesen vissza. Sőt, ezen felül még azt is megtette, kollégáim indulhelyét csendben elrendezte. Igen, büszke vagyok rá, hogy előtte állhatok, rólad neked itt most pár dolgot mondhatok. Egyet sajnálok csak, ezt megsúgom neked, azt, hogy nem dolgozhattam sohasem veled. Ez már másolás jön a kefejüzemre, sírva gondolnak majd az elmúlt időkre. Azt mondja. Ami talán nem volt mindig örömteli, mégis százszor külön volt, mint ez a mostani. Szabadság, pihenés, ez vár most már rád, szerető családom és a kisunokád. Töltse be tartalom további életed, élj olyan boldogan, ahogy csak életed. Ne feledd azokat, kik ma veled vannak, és neked egy különös ajándékot adnak.
mi magáért beszél és olyan emberi, a szemükben csillogó szeretet könnyei. Nagyon sok jó pihenést és boldog nyugdíjas éveket kívánok neked, Fanni. És akkor... Én megelőztelek téged, hogy ne legyen vele gondolni. Gyere, te aranyos! Akaszt ki a kerekén forduló a nullás végű mellé, tudom, hogy mit voltál, most hiszem egyet. Igen, ez volt a királynőnek. Hát Fanninak csak sikerült, pedig azt mondta, nem fogok sírni, minden csak sikerült. Ne sírjál! Érdekel, mindenkinek minden. Nem tudtam visszaadni, mondom azt a sok jót, amit kaptam tőletek. Majd talán a utódom az, azt a sok jót, amit nekem adtatok, majd ő visszaadja meg. Őnek is segítsétek a munkáját, mint ahogy az enyémét segítettétek. És mindig fogjatok össze. Az az egy kérésem, ha soha ne az önös érdek legyen szem előtt, hanem mindig a közös kompromisszumot próbáljátok meg megtalálni. Jó? Biztos, hogy van, hiszen én tudom, mert mi is mindig megtaláltuk a közös megoldást. Mindig, mindig az legyen az első, hogy mindenkinek jó legyen. Jó? Köszönöm szépen, fogyasszatok! Még mielőtt a felnőtlen munkakosztatás kezdődik, hogy a Ibolya megelőzött, akkor hivatalosan is bejelenteném, hogy az Ibolya utódja, akkor Ibolya utódja Gellért Zita, és hát Ibolya... Tehát aztán, hogy majd nagyon keményen fog bánni mindenkivel, de tudom, hogy nem. Tehát egy hasonló karikusú kolléga, aki átveszi az üzemet, én úgy tudom, hogy információja szerint, folyosói plekkák szerint az üzem is megelégedéssel utázta, hogy sikerült előről megoldani, és két főtől. Igen, mert én már nem jövök. Itt leadom a SIM-kártyát. Én is köszönöm szépen. De fogyasszatok! Igen, és mindenki ezt nem, hát amit találtok. Mi
amikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap se tündököl, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt, meghalt már. Hozzám így jött el a halott vasárnap, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már nem tündököl a nap, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, hogy merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom az otthonom, még a jó barátoktól sem. És csapdáitól többé már nem félsz, mert te is fényre válsz, mint minden, ami él. De mikor célhoz érsz, és boldog lehetnél, már is új tervre gondolsz, már is új útra indulsz, és az életben él.
ez a szép. Oly sok ember merész álmokat szőr, de a siker árát sok hallja ő, és csak arra vár, hogy majd arra jár a fortuna, de kár ebben bízni, mert a gyémánt és arany fénye szép, de tiéd ez a fény, akkor lehet csak, ha érte a mélybe lemész, érte mész, hát indulj és hozd fel onnan, fénye kárpótol majd minden nehéz percért, nem csak gyémánt és arany lehet szép, téged tán egész más után hajszol most a vágy, indulj hát, itt nem lesz nehéz az út, mit végig jársz, ha gondolsz rá, hogy jön, mit úgy vár. Érdemes volt, akkor meglátod, hogy érdemes volt, tudom, rájössz, érdemes volt, harcolnod így.
Kicsen a dal. Képek, hangok hullanak szét bennem, és összeáll egy kiáltás a csendben. Ó, ments meg engem, üresen omlik rám az ég. Ments meg engem, vágyomban senki nem kísér. Elsüllyedne minden, ha veled nem találkozni. És a végtelenbe nyúlna az ostoba meddő sötétség. Ó, ments meg engem, ahogyan megmenthetlek én. Tudom, van jól létezel. Ó, ments meg engem, könnyeid letörölhetném én. Tudom, hogy valahol lenned kell. Mozdul a kezem, a hamu lustán a földre húl. Idegen lemben a füstje, keserű átkozottul. Ó, ments meg engem elfojtott kérdésektől. Csak a saját lélegzésem hallgatom. Ó, ments meg engem ünnepettől. A szerelmet senkinek nem adhatom. Néma fényként arcok során villan fel a barátaim. Lányok néznek szépen sminket közönnyel, a kedveseim. Minden hűvös villanás szemükben egy kiáltásá sűrűsödik bennem. Ó, ments meg engem, csend, ha nem felelsz. Tudom, hogy valahol jössz felém. Ó, ments meg engem, mélyemre húz le minden perc. Megfognám a kezed, ha elérném. Ó, ments meg engem, érezned kell a kiáltást. Tudom, hogy valahol
kezel. Ó, ments meg engem, hallanod kell a kiáltást. Tudom, hogy valahol lenned kell. Megrezzen a padló, ahogy egy autó elrobog. Kicsit szélesebbre tárom a párás ablakot. Megcsörren egy csengő, egyre sűrűbb lesz a zaj. Rágyújtok, és közben valahol megszólal egy dal.
Serezdült a tenger felett. Helyi sziklák, ti láttatok mindent. Mikor elfogott engem a láz, a kis öbölhöz simult egy bárka, és a bárkán egy öreg halász. Mellette állt egy gyönyörű lány, tudtam jól, hogy most valaminek történni kell. Láttam az arcán, már ő is várt rám, bíztatott ő szép szemeivel. Együtt láttuk a holdfényt a parton, csókra csókult, de még sincs tovább. Jött a hajnali fény, és őt álltam, soha többé nem láttam nyomát. Mikor ott állt a gyönyörű lány, tudtam jól, hogy most valaminek történni kell. Láttam az arcán, már ő is várt rám, bíztatott ő szép szemeivel. Ha a víz felett sirályok szállnak, újból idézik azt az időt. Ugye nem volt ez csalóka álló? Fehér sziklák, ti láttátok őt. Fehér sziklák, ti láttátok őt. Gyere sors, ígyunk per tud.